Bajnoki meccsen még soha nem múlta felül az oroszlányt a Blue Sharks, így a hazai veretlenség megőrzése mellett az első győzelem megszerzése is motiválta a kékcápákat. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 25-20-ra nyerték Busivánék. A második 10 percben fordítottak a vendégek, akik egy pontos előnnyel mehettek a nagyszünetre. Fordulás után is fejfej mellett haladt a két csapat, a záró negyednek két pontos nyíregyházi előnnyel vágtak neki a felek. 7 perccel a meccs vége előtt 7 ponttal vezetett a Blue Sharks, a vendégek azonban egy 18-2-es szakasz produkálva megfordították az állást, a végjátékban pedig már nem engedte ki a győzelmet a kezéből az oroszlány. Amikor 7 ponttal vezettünk, akkor úgy gondoltam, hogy meg tudjuk tartani ezt az eredményt, de sajnos nem sikerült. A végére szerintem elfáradtunk, az oroszlánynak azért sokkal nagyobb a rotációja, mint nekünk, és a Curatőr is hiányzott nálunk. De igazából nem vagyok szomorú, mert nagyon jó mérkőzés játszottunk egy oroszlánnyal, és még hosszú a szezon. A vendégek edzője szerint csapata a palánk alatti fölényének köszönhetően nyerte meg a mérkőzést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel a Nyíregyháza nagyon erős hazai pályán. Tudtuk azt is, hogy van egy új légiósuk, akiből csak hellyel közel tudtunk felkészülni, mivel nem volt róla sok információnk. Olyan meccset kaptam, amilyet vártam, örülök, hogy győzni tudtunk, ez mutatja a csapat erejét. Sikerünk kulcsa a lepattanózás volt, mivel kétszer annyi lepattanót szedtünk, mint ellenfelünk. A hazaiak játékos a Busiván a 19 szerzett pont mellett 6 gólpasszt is kiosztott a mérkőzésen. Az irányító szerint a hajrára fizikálisan és mentálisan is elfáradt a Nyíregyháza. Nekünk a rotációnk szűkebb volt, hiszen Zura Attila sérülés miatt nem játszhatott, akinek ugye a pontjaival számolhatunk hál' Istennek minden meccsen. Itt kezdődött az első probléma. Sajnos, amikor viszonylag nagyobb előnyt tudtunk kiépíteni, gondolok itt az első fél időben a 5-6-7 pontos előnyünkre, vagy a végén, amikor 70-68-ra vezettünk, pillanatok alatt úgymond összeomlottunk, és nem tudtuk megtartani. Kurszituációban sajnos Gerinek volt egy hátsó zárás, ami annyira nem esett jól lábának, és egy 2-3 percet a padon kellett töltenie. Tényleg, hogyha majd hazamegyek, kicsit átgondolom, visszanézem, akkor majd okosabb leszek. Jelenleg annyit tudok mondani, hogy talán az oroszlánynak kicsit bővebb volt a rotációja, és elfogytunk a végére. A mezőny legeredményesebb játékosa a 28 pontot szerző Mohácsi Máté volt. A nyíregyházi nevelési kosaras szerint nagy fegyvertény, hogy el tudták venni a kékcápák hazai veretlenségét. Nem véletlen, hogy a Nyíregyháza ugye veretlen eddig, hiába az erősebb ellenfelekkel ugye idegenben játszott, de azért otthon begyűjtött minden győzelmet, úgyhogy erre készültünk, hogy hosszú utazás, kellemetlen ellenfél, új légiós, tehát minden olyan rámutatott, hogy ez nem lesz könnyű meccs. Nem is lett az. Én is azt gondolom, amit az edző, hogy a lepattanózás nagyon sokat számított, illetve volt egy olyan törés a Nyíregyháza játékokban, amit ki tudtunk használni, amikor sokáig gólképtelenek voltunk. Nyilván ez a védekezésünk feljúlása is eredményezte, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg az a koncentráció és a lepattanózás az adott arra, hogy végül mi tudtuk elvenni a veretlenségüket. A 14. forduló további eredményei a következők: Budafok MTK Török Bálint 67-82, BKG Prímese PVSK 98-66, MAFC Békés 119-72, Nagykőrös Veszprém 84-89 és Vasas Akadémia Budapesti Honvéd 71-78. A Miskolc-Bonyhád mérkőzést pénteken játsszák. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 13-1-es mutatóval rendelkező MAFC-ot. A Nyíregyháza a Blue Sharks 8 győzelemmel és 6 vereséggel a 6. helyen várja a bajnoki folytatást. A kékcápák vasárnap Hepkupa mérkőzésen az NB2-es Cegléd otthonában lépnek pályára, és győzelmük esetén bejutnak a sorozat győri 4-es döntőjébe.